Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, alpolgármesterasszony. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Alpolgármesterasszony, mint láttuk, egy kezdeményezést indított el, amelynek címe Családomban történt. Hogyan fogalmazódott meg ez a kezdeményezés? Így van, nem régen hirdettük meg, és a közeljövőben meg fog jelenni a Családom története, Családomban történt című pályázati kiírás ismételten. Igazság szerint az volt az indítatása ennek, hogy a rendezvényeken és különböző összejöveteleken nagyon sok olyan érdekes történeteket hallottam, ami családokról szólt. Vagy régen történt, vagy friss esemény, és különböző sokszor humoros, néha fájdalmas, de mindenképpen értékes történetek voltak ezek, illetve vannak nagy családok a városban, mint ahogy a minden településen, és én úgy gondoltam, hogy ha nagyon sok megjelent írás is van ezekről a családokról már, én úgy gondoltam, hogy kellene még egy ilyen kört tennünk, és amíg meg nem írt, vagy esetleg a már nagyon régen megírt történeteket csokorba kellene fogni. És nem szeretném, hogyha elmennének azok a nagy öregek, akik ezeket a történeteket tudják. És én itt várom tényleg egy-egy család teljes történetét, 1990-ig, szigorúan a rendszerváltásig. Hogyan történt, milyen felmenők voltak, milyen nagy életutakat, milyen nagy eredményeket értek el, vagy akár a szakmájukban milyen élmények, dicsőségek és munkák történtek, illetve várom azokat az anekdotákat, amelyeket sokszor borozgatás, sörözgetés, vacsora, kirándulás közben mesélnek egymásnak, hogy ezek ne vesszenek el, hanem maradjanak meg az utókor számára, mert én úgy gondolom, hogy ezek nagyon érdekesek, és sokat lehet belőlük tanulni. Bízom abban, hogy a téli nyugalmasabb időszakot sok mindenki kihasználja, és ér ezzel a pályázati lehetőséggel, és benyújtja majd az írását. A pályázati felhívásban úgy fogalmaztam meg, hogy géppel írott A4-es oldalakat várunk, de én úgy gondolom, és már volt is ilyen megkeresésem, hogy a kézírásos pályázatokat is be kell fogadni, hiszen többen jelezték már, hogy ők nincsenek számítógép közelben, ők inkább kézzel írnák meg. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, sőt, egy érték. Mert hogyha egy város nagy örege, megtapasztalt emberek kézírásával írja le a történetet, szerintem az egy muzeális érték lesz előbb-utóbb, és jó ezeket a kézírásokat megtartani, hiszen ezek is értékek és kincsek lesznek. És én éppen ezért remélem, hogy még sikerül beletenni a lapzárta előtt, a pályázati szövegbe, hogy teljesen mindegy, hogy hány A4-es oldalt ír valaki. Ha egy oldalban írja le, én annak is nagyon fogok örülni, és hogyha kézzel írja le, annak is fogok örülni. Elektronikusan várjuk ezeket a pályázatokat. Ha valaki kézzel írta, akkor megköszönjük, hogyha beszkennelve küldik el. De ha valakinek ez is nehézséget okoz, akkor én azt is fölvállalom, hogy beadja a kézírást, és akkor én majd beszkennelt formában, elektronikus formában fogom önteni, és bízom abban, hogy a február 27-i határidőt mindenki tudja majd tartani, és nagyon sok értékes írás születik, legyen az szomorú vagy vidám, de én minden kis apró történetre vevő és fogadókész vagyok. Beérkezik a sok-sok pályázat, bízzunk ebben, és mi történik akkor ezekkel a pályázatokkal? Ki az, vagy kik azok, akik elolvassák, ki az, vagy kik azok, akik rendszerezik? Mi lesz a további sorsa ezeknek a pályaműveknek? A további sorsa az lesz, hogy nekülünk és elolvassuk. Nagy Molnár Miklós és jó magam biztosan el fogom olvasni. Szerintem polgármester úr is fog élni ezzel a lehetőséggel, hiszen ő is nagyon támogatta ezt a kezdeményezést, és ő is szerintem nagyon kíváncsi erre. És igazság szerint még nem véglegesítettük azt a kört, akik majd zsűrizik, de mi ketten-hárman biztosan fogunk értékelni, és olyan értékelő embereket szeretnénk, értékelésben résztvevő embereket szeretnénk ebbe a körbe bevonni, akik egyrészt ismerik a karcagi emberek múltját, jelenét,
és a véleményük is szakmailag mindenképpen fontos lesz, és meghatározó lesz. Esetleg vannak-e most tervek arra, hogy ez egyfajta könyvben, valamilyen kiadványban megjelenik az elkövetkezendőben? Igen, mindenképpen szeretnénk ebből egy kiadványt készíteni, polgármester úrral így egyeztettem, és természetesen a bejövő pályázatoknak a milyensége, mennyisége fogja ezt majd meghatározni. Elképzelhető, hogy lesz olyan pályázat, amit a múzeumban fogunk elhelyezni, mert hogy olyan értékes lesz egy kézirat, egy különleges történetről, különleges leírásról. Én bízom abban, hogy a múzeumot is tudjuk ezzel gazdagítani. Minden anyagot meg fogunk őrizni, minden anyag fontos lesz számunkra, és igazság szerint nekünk arra is figyelnünk kell, hogy ezeknek az írásoknak a védelmét is megoldjuk, hiszen ezek értékes írások lesznek, és ha valaki majd később szakdolgozatban, tanulmányban, bárhol szeretne rá hivatkozni, akkor az méltatlan lenne a szerzőhöz, hogy ne az ő neve alatt történjen ez meg. Tehát mindenképpen készülünk egy olyan dekrétumot, illetve egy olyan szabályzatot beállítani, és aláírásunkkal is biztosítani az illető beadót, hogy az ő írását megfelelően kezeljük. Ha azt valaki máshol megjelenteti, akkor az csak az ő aláírásával teheti. Ha valaki ehhez hozzájárul, ha meg nem járul hozzá, akkor szabad a préda, de én úgy gondolom, hogy az a tisztességes dolog, hogyha valaki elkészített egy művet, akkor azzal a tollal más ne ékeskedjen. Így van. Esetleg vannak-e tervek arra vonatkozóan, hogy akik pályáznak és pályaművet adnak be, azokat összehívják egy találkozó erejéig? Feltétlenül egy szép ünnepséget tervezünk majd polgármester úrral. A díjazást is a bejövő pályázatoknak a milyensége, mennyisége fogja meghatározni. Dőresteli lenne most bármit mondani, hogy milyen díjakban gondolkodunk, hogyha csak 3 pályázat érkezik be. És megint csak rosszat mondok akkor, hogyha 3000, tehát nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a végkifejlete. Mindent ehhez fogunk igazítani, de szeretném azt, hogy a város minél nagyobb rétege ismerkedjen meg ezekkel a művekkel, és a bejövő pályázatok készítőit minél méltóbban és ünnepélyesebben tudjuk honorálni, díjazni, megünnepelni, hiszen megérdemlik. Értékesek lesznek ezek a kis esszék, családtörténetek, hiszen nem csak egy-egy család történetét fogja szerintem bemutatni, hanem egy-egy kornak is a történetét, tehát történelmi kornak, illetve a várost is ezzel be fogják mutatni az emberek a saját szemszögükből, a saját életükön keresztül. Igen, tehát én gondolom, hogy mesterségekről, esetleg nevezetes helyekről, családokról, eseményekről fogunk majd kapni tájékoztatást, írásokat, illetve az is nagyon érdekes lesz majd, hogy bizonyos eseményeket, történéseket egyesek hogyan látnak. Hiszen lehet beszélni egy történésről így is, és lehet beszélni teljesen fordítottan, esetleg egy 180 fokos fordulattal is. Én úgy gondolom, hogy ez is tanulságos lesz. Aztán elképzelhet, hogy ebből lehet majd írni egy tanulmányt akár, vagy akár valakinek majd esetleg egy szakdolgozat témája is lehet. Én úgy gondolom, hogy majdnem, hogy végtelen a lehetősége annak, hogy mi mindenre lesz majd jó ez a pályázat. Hát akkor hajrá, biztatjuk a kedves nézőket, hogy írjanak sok-sok ilyen történetet, ami a családjukkal kapcsolatos. Igen, én bízom abban, hogy hűek lesznek hozzám, ahogyan eddig is tették mindig, és én ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek. Tényleg kérek mindenkit, hogy ne restelje, bármilyen története van, ha még úgy gondolja, hogy nem is annyira érdekes, higgye el, számunkra értékes, érdekes lesz, és várjuk szeretettel. A polgármester asszony, köztudott, mindannyian tudjuk, hogy ön a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje programnak a vezetője, programigazgatója, kitalálója, ötletgazdája, és évek óta vezeti ezt a megmozdulást. A tavalyi év 2023-as évet hogyan értékelné a konyhakertek tájékán? Hát ahogyan az eddigi évek, a 2023-as év sem volt könnyű. Éppen az alapokban gondolkodtam el azon, hogy 2012-2013 óta, mióta országos díjas lett a legszebb konyhakertek program,
Melyik évben tudtam volna elmondani, hogy könnyű év volt, illetve melyik évben nem mondtam el azt, hogy nehéz évünk volt. Tehát minden évünk így telik el, hogy nehéz évünk volt. Ez egyik ezért, a másik azért. Mindig nehézséget okoz nekünk az időjárás, de mint mindig a kertesek ezekkel is szembe tudnak nézni, és le tudják győzni ezeket a nehézségeket és akadályokat, a kihívásoknak eleget tudnak tenni. 320 településről 256 nevezőnk volt. Ami érdekes volt, hogy a kevesebb, a tavaly előttihez képest a kevesebb kertnevezés mögött sokkal több kertművelő volt. Egészen pontosan 38 ezer, rögtön puskázok egy kicsit, hiszen kiírtam magamnak, 38.176. És ami az érdekes, hogy ezek közül 31.217-en 20 év alattiak. Ezen a számon én nagyon megdöbbentem, és nagyon örültem, hiszen a programnak az egyik lényege, hogy a fiatalokat vonjuk be a kertészkedésnek, és a tapasztalt kertművelők, az idősebb korosztály generáció tudja átadni a tapasztalatokat, a tudásokat a fiatal generációnak, akár egy óvodás, iskolás kisgyereknek is. És én úgy gondolom, hogy ezzel úgy ezt úgy kipipálhatjuk, hiszen ez megtörtént. És tényleg ebben az évben elmondhatjuk, hogy rekordszámú, most már bölcsöde és óvoda jelentkezésünk volt. Magánkertesek közül szinte az összes zöme 80% óvoda volt és iskola volt. Az iskolában azért nem annyira népszerű, illetve megoldható a konyhakertészkedés, de az óvodák szinte szárnyalnak most a konyhakertészkedés terén, és tényleg gyönyörű óvodákat láttunk. És én ebben az évben igyekszem minél többet meg is nézni, hiszen az elmúlt év ez valahogy nem volt ehhez alkalmam, és nem volt erre szerencsém, és szeretném, hogyha most ez így másképp lenne. Az év kihívásának mindenki eleget tett, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz majd ebben az évben is. Nagyon szép kerteket láttunk, bár féltem attól, hogy a szárazság a nehéz év miatt rengeteg kártevő volt. Hozzá kell tenni, 2023-ban nagyon sok kártevővel kellett harcolnia a kerteseknek. Olyan kertben is előfordultak poroskák, ahol eddig még nem volt. Ahol már elmentek a poroskák, oda megint visszatértek. Tehát tényleg egy nagy kihívás volt ez a kerteseknek, és én féltem attól, hogy kevés lesz az országos díjra jelölés. És ennek ellenére bizony nagyon szép számmal 79 településről 154 kertet neveztek a települések, illetve neveztem én a magánkertesek közül, akiket minden évben én nézek meg, én tekintem át az anyagukat, az értékelőlapjaikat, és én nézem át a fotóikat is. Nagyon sok szép kert volt, és én úgy gondolom, hogy megint nehéz dolga volt az országos zsűrinek. Ahogyan minden évben megszenvedünk a zsűrizéssel, itt is szinte fej-fej mellett voltak a kertek, és ahogyan eddigi években is már bevezettük, most is úgy kellett tennünk, hogy bizony figyeltünk arra, hogy ki volt az, aki tavaly egy hajszállal lemaradt az országos díjról, és akkor őt most előnyben kellett részesítsük, hogy igazságosak legyünk. És így aztán 27 településről 31 országos díjat osztottunk ki, és nagyon örültem, amikor Csontos Lajos és felesége kertje második alkalommal megújító díjas lett, országos díjat kaptak. Nárudvaron volt az ünnepségünk, igazi mennybe menetele volt a kerteseknek, hiszen nagyon-nagyon messziről, Dunántúlról, tényleg több száz kilométerről érkeztek, Gutorföldétől kezdve mindenhonnan a kertesek. Nem volt határon túli, vagy a határon túli településünk is volt, tehát nem volt akadály még a határ sem ahhoz, hogy valaki megjelenjen az országos díjkiosztó ünnepségen. És terménybemutatót is tartottunk, ahogyan a karceg eredményhirdetésen is tettük. Hát az egy leírhatatlan élmény volt, hiszen mindenki hozta a kis kincsét, amivel büszkélkedhet, és minden volt. Lekvár, befőtt, ecet, pálinka, bor,
Tehát tényleg minden, amit el tudunk készíteni, vagy el tudunk képzelni, és amit lehetett készíteni ezekből a terményekből. És ami a nagyon-nagyon szép volt, hogy a Nemzeti Diverzitás és Gémmegőrző Központ egy termény, egy magbemutatót tartott. Egy hatalmas, hosszú, 10 méter széles, hosszú asztalon olyan magok voltak, amiket még az én tapasztalt kerteseim sem láttak életükben soha. Uh-huh. És akkor elindult a párbeszéd közöttük, és nyilván ők azért tapasztaltak, hiszen mindig az ő általuk a Gémmegőrző Központ által felajánlott magcsomagokat kapják ajándékba, és most egy külön élmény és öröm volt számukra, hogy azokkal az emberekkel beszélhettek, akiktől az értékes és mindig kikelő és mindenben kikelő magokat kapják. És annyira szoros párbeszédet folytattak, hogy alig tudtunk csoportképet készíteni, hiszen mindenki a szakmával volt elfoglalva. Tehát igazán egy nagyon-nagyon felszabadult, jó hangulatban telt ünnepség volt, ahol mindenki tudott egymással beszélgetni, és a nagyon messzire jött emberek szinte úgy üdvözölték egymást, mintha mindig is kapcsolatban lettek volna. És én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok barátság szövődött közöttük olyan, ami azt jelenti, hogy tartják a kapcsolatot később is, tapasztalatokat cserélnek, akár magukat is küldenek egymásnak. Úgyhogy én úgy mondom, hogy ez egy nagyon szép ünnepség volt. Hasonlóan a karcegi, az a karcegi is nagyon szép rendezvény volt. És Bia Torbágyon egy délelőtti és egy délutáni időpontban ünnepeltük azokat, akik az országos díjról egy hajszállal lemaradtak, de országos díjra jelöltek voltak. Itt is volt terménybemutató, itt is hasonló, úgymond mennybe menetel volt, hiszen nagyon nagy boldogság volt számukra, hogy őket is megünnepeljük, és együtt lehettek, egy picit kiszabadulhattak a hétköznapi forgásból, darálásból, és barátságot tudtak kötni, a generációk tudtak egymással találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a rendezvényeket minden évben muszáj megtartani, hiszen ez a lényege a programnak. És nyilván ezeken a rendezvényeken a program meghirdetés is mindig elhangzik, hiszen akkor tudom feléjük közvetíteni azt, az eredmény értékelésem és a 2023-as év értékelésén túl, hogy mi várható 2024-ben. És mi várható 2024-ben? Milyen program lesz ebben az igen, lesz évben? Program a 2024-es évben is. A növényi sokféleség éve lesz a jelszónk, ami azt jelenti, hogy nagyon dús és fajtagazdag és vegyes kultúrájú kerteket szeretnénk látni. Eddig is ilyeneket láttunk, de most szeretném a hangsúlyt konkrétan erre fektetni. Ami azt jelenti, hogy legyen minél több fajta és faj a kertben. Tehát ne csak paradicsom, paprika, sárgaripa, petrezselyem, hagyma. Ne csak az alap. Uborka, ne csak az alap. Hanem minél többféle, és mondjuk paradicsomból, vagy paprikából, vagy bármi másból lehet akár több is. Ugye nagyon sok fajta van, és én ezeket sokszor viszont látom, hiszen már a Gödöllői 2022-es országos díjkhoz ünnepségen is volt olyan kertesem, aki valami 14-16 féle paprikával, paradicsommal jelentott meg, és a paprik vagy a paradicsomnak minden színe formája föl volt vonultatva. Hát a magukról nem beszélek, hogy mennyi volt. Én úgy gondolom, hogy ez is egyfajta előmenetelés és nyitás azoknak a kertészeknek, akik már évek óta kertészkednek, hiszen egy szint visz a munkájukba, illetve ezáltal én úgy gondolom, hogy talán jobban megtalálja majd mindenki azt a fajtát, ami az ő kertjében biztonságosabban, jobban, kevesebb kártevők pusztításával meg tud teremni, hiszen azért a klímaváltozás érezteti a hatását, tehát amikor 3 évvel ezelőtt a budaörsiek jelezték számomra, hogy át kell alakítani a kertjüket, mert a déli lejtőn az őszi barack kiégett, akkor úgy gondolom, hogy 3 évvel később ugyanez a helyzet. Én is láttam a kertünkben, amikor kimentem körtét szedni, szerencsére van egy nagyon jó bőtermű körténk, le voltak hullva a körték zölden, és meg voltak égve. Tehát az az oldal, amit a nap ért, az éget volt. Hát égés nyomokat lehetett a gyümölcsön látni, és bizony ezt a
kertművelőknek figyelembe kell venni. És nem mindegy, hogy milyen fajtákat tart. Elképzelhető, hogy át kell térni egy olyan fajtára, ami jobban tűri a napot, jobban elviseli a szárazságot, vagy más esetlegesen nagy szelet, hiszen most rengeteg nagy szél volt a kertekben. Bizonyos területeken, főleg ugye a Dunántúl sújtotta ez. Hát a jeget nyilván nem viseli el semmi, meg a sok esőt, de én úgy gondolom, hogy a fajta választással, a fajtáknak a kitapasztalásával tudunk egy picit enyhíteni azokon a hatásokon, ami ér bennünket. Meg hát tulajdonképpen színesebbé lesz a kertünk, és érdekesebb lesz a kertünk, több mindent lehet belőle készíteni, lehet izgulni, hogy megmarad, nem marad, ki kell, nem kell, mit tudok majd vele tenni. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan érdekes, és nem annyira megterhelő témák, mint ami az eddigi évek során esetleg felmerült, és így mindenki eleget tud majd ennek tenni, bízom ebben. Ugye itt a kerteseknek ki kell tapasztalni, hogy melyik tájegységen lakik, ott milyen föld adottságok vannak, milyen klíma van, ott milyen növényeket lehet termeszteni. Ezt úgy gondolom, hogy ez éveknek a tudása, mert az egyik évben kipróbál valamit, az nem jött be, mert abban a földben, vagy az alatt a klíma alatt az nem terem olyan szépen, de lehet, hogy egy másik fajta pedig bőterm. De ehhez próbálkozni kell. Igen, sok próbát igényel, és érdekes, hogy nem csak ez a történés, amit az előbb hallottunk, hanem az is, hogy nem sikerült, és kitart. Uh-huh. És csak a harmadik, vagy a negyedik, vagy akár az ötödik évben sikerül. És akkor az mekkora öröm számára, hiszen lehet, hogy megszokta, vagy az éghajlat, az időjárás kedvezett számára, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a kezdeti sikertelenség után nem szabad feladni a küzdelmet, de ez egy kertes nagyon jól tudja. Ez főleg a fiatal kertészkedőknek szól, akik hirtelen elkezdenek kertészkedni, és rögtön azt gondolják, hogy hatalmas bőtermés lesz, mindenki kell, minden megmarad, és minden gazdagon terem. Nem így van. Ki kell tartani, és én úgy gondolom, hogy meg kell tanítani az embereket a toleranciára, arra, hogy elfogadjuk azt, ami esetleg nem sikerül, tartsunk ki és próbálkozzunk. Én mindig az angliai példát szoktam hozni, és most is ezt tudom felemlíteni, amikor az ominózus, nem tudom, zöldbab, zöldborsó növényt láttam, és folyt, és borzasztóan nézett ki, és amikor harmadjára rákérdeztem, hogy és mit tettek, közölték velem nyomatékosan harmadjára is elismételve, hogy az előző évben jó volt a termés. És hogyha az előző évben jó volt a termés, akkor ők nem foglalkoznak azzal, hogy a következő évben esetleg semmi termés nincs. Hiszen ez úgymond benne van a pakliban, náluk elfogadják és elfogadóbbak. Mi nem vagyunk elfogadóak, mi mindig nagy termést szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha gyümölcsfáink mindig egyformán sokat teremnének, egészséges gyümölcsöket és egyforma nagyokat. A vásárlói oldalról is nagy problémák vannak, hiszen a vásárló mit szeretne? Az, hogy egy ekkora fürtös paradicsom A-tól Z-ig érett legyen, de aki termeli, tudja, hogy sosem lesz, hiszen annak folyamata van, hogy ez megérjen. Nagyon-nagyon sok vegyszer kell ahhoz, nagyon sok kémiai elem kell ahhoz, hogy az a fürt A-tól-ig legyen érett. Csak mindenki eldöntheti, hogy melyiket részesíti előnyben. És ahhoz is nagyon sok minden kell, ami nem bio, hogy egy alma egyforma legyen, nagyon nagy legyen, ne legyen benne semmilyen kukac. Tehát a vásárlói elvárás az, hogy egyforma nagy legyen, nagyon nagy legyen, piros legyen, hát mintha megrajzolnám azt a zöldséget, vagy azt a gyümölcsöt, de ha valaki elkezdi termelni, termeszteni ezeket, akkor rájön, hogy ez nem így van. Az élet az a való élet. És akkor el kell fogadni, hogy az a sárgarépa, az kacskaringós, picike, többet, ilyen-olyan, amolyan, de nem vegyszereztem, én termeltem, az enyém, vagy tudom, hogy honnan van, és ismerem a bácsit, nénit, aki termeli, és tudom, hogy a barátom, vagy a szomszédom termelte, és hogyan tette azt, és én úgy gondolom, hogy ennek van a jövője, és ennek van értelme. Tehát én úgy gondolom, hogy a program is formálja az embereknek a hozzáállását, nézetét, úgy a kertesekét, és én remélem, hogy a vásárlókét is, a kertesekét mindenképpen, hiszen aki a programban benne van, és szembesül egy nehéz évvel,
leküzdi azt. Nyilván vannak veszteségei és vannak kudarcai, de ha megkapja a kertjéért az elismerést, akkor én úgy gondolom, hogy ez valamennyire feletteti is. És akkor a következő évhez nagyobb reményekkel, nagyobb erővel, lelkesedéssel, ugyanolyan lelkesedéssel, vagy még nagyja, hogy akkor most bizonyítja, nagyobban, hogy bizonyítsa azt, hogy most akkor most megmutatom, és akkor ez az év most jobb lesz, fordul neki, és én úgy gondolom, hogy ez is egy eredménye a programnak. Ez eddig meg sem fogalmazódott bennem, ez most jött ez a gondolat, hogy tényleg még ilyen hozománya is van a programnak, hogyha kitart egy kertes, akkor a díjazásával a kudarcok is enyhülnek, és erőt ad ahhoz, hogy jövőre is megmutassam, és akkor jövőre hát, ha jobban fog sikerülni. Így van. Az eredmények is mutatják, hogy ez a program formálja a szemléletét. Igen. Az embereknek, a hozzáállását dolgokhoz, kitartását, illetve nem utolsó sorban Magyarországon, meg határon túl is egyre több kert, konyha kert lesz megművelvel, nem csak parlagon a gaz eszi meg, és ezáltal egészségesebben is élhetnek, illetve ehetnek az emberek, hiszen ezek gondolom, hogy nagy mértékben vegyszermentes növények. Nagyon jó, hogy ehhez a témához értünk, az előbb elfejtettem mondani az eredményeket tekintve. Megdöbbentő volt számunkra, amikor országos zsűri elkezdett értékelni, hogy akkor ott van az értékelőlapja, és hogyha permetez, vagy egyszer használ, akkor a permetezés a naplója, és azt mi mindig átnézzük. Nem kizáró tényező, hogy valaki országos díjat kapjon attól, hogy ő permetez, ha ez tudatosan és jól, okosan, indokoltan, megfelelő mennyiségben, odafigyelve, szakszerűen, szabályosan használja, akkor lehet egy vegyszert permetezést alkalmazó kertes is országos díjas. De nem voltak permetezési naplók. És akkor jött egy, akkor megint egy csomó ideig nem volt, akkor megint jött egy. Tehát most zuhanó szinten ment vissza a kémiai vegyszert használóknak a száma. Tehát olyan látványos, hogyha egy diagramot mutatnék, hogy ez egyszerűen bennünket is megdöbbentett. És annyira jó érzés volt, hogy alig-alig volt, aki vegyszert használt, és az is úgy használta, hogy nem volt ellenvetés, hogy miért ezt, miért így, miért ennyi mennyiségben, és milyen sokszor, hanem lehetett látni, hogy odafigyelve tudatosan alkalmazza azt. Egyre több a bió, bár ebben az évben azért a biószereket és a bió ázalékokat, biomódszereket alkalmazók nehéz helyzetben voltak, mert ugye nehéz volt az év, ugye nem említettem, a kártevők igen aktívan részt vettek a kertművelésben sajnos, és így ezt talán kevésbé hatékonyan tudták alkalmazni, de az elképzelés, a törekvés megvan a kertesekben. Egyre többen használnak illóolajokat. Ami még fejlesztésre szorul, az a bioszereknek az ismerete. Én mindig megkérdezem, hogy használ-e bioszereket, eleve keverik, hogy mi a bioszer, tehát nem ismerik azokat a forgalomban lévő üzletekben kapható bioszereket, amikkel nagyon hatásosan tudnak biomódon védekezni kártevők ellen. Én úgy gondolom, hogy talán egy ismeretterjesztő kampányt, vagy valamilyen módon tájékoztatni érdemes az erre hajlandó és efelől érdeklődő kertművelőket. Egyáltalán kinyitni a szemüket arra, hogy vannak ilyen szerek. Tehát nem csak vegyszerben kell gondolkozni, aztán meg jön a fahamú, a szódabikarbóna, meg a pókháló és minden, hanem van köztes megoldás, vannak olyan készítmények, amik bioszerek, és lehet alkalmazni, és olyan, mintha tejjel locsolná azt a növényt, vagy egy fahamus szórással védekezne a kártevő ellen, és én úgy gondolom, hogy ha ebben egy kicsit tudunk nekik segíteni, akkor ez a biovonal még jobban tud erősödni, de jó úton haladunk, ez a lényeg. A komposztálás éve volt, a tavalyi év, azt még nem említettem. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy szinte mindenki komposztál. És azért, amikor a kiskulcsos iskolában megláttam a, nem tudom, hogy 3 vagy 4 komposztálót egymás mellett sorakozni, hát akkor az igazi elégtétel volt számomra, túl azon, hogy ugye első alkalommal szép nagy kerttel jelentkeztek. Tényleg minden óvoda, iskola, de magánkertesek, közösségi kertek is nagyon komolyan komposztálnak,
és a profik már ott tartanak, hogy komposztát készítenek, és azzal védekeznek, úgyhogy nem csak arra használják már a komposztot, hogy hozzáadom a talajhoz és javítom vele, hanem komposztot terítenek, azzal talajt akarnak, abban termesztenek most már nagyon sokan, és különféle módon komposztálnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is egy jó kezdeményezés volt, és aki eddig nem tette, az annak a figyelme ráirányult erre a területre, és én bízom abban, hogy akinél most 23-ban nem volt komposztáló, az 24-ben bepótolja, és lesz komposztálója. Tehát én úgy gondolom, hogy minden paraméterét tekintve a program szépen halad előre, pozitív eredményeket érünk el, nincsenek olyan negatív tapasztalataim, ami elkeseredésre adna okot, és én bízom abban, hogy ez csak így lesz az elmúlt, vagy az elkövetkezendő években is. Így legyen, ez egy nagyon jó végszó. Kívánok nagyon sok tudatos, lelkes, kreatív, és minél több kertművelőt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!